Üdvözlöm Önöket ebben az új és rendkívül fura világban, amelyet a kvantumfizika különös, szubatomi részecskéi foglaltak el. Egész fizikusi pályafutásomat azzal töltöttem, hogy e fajta részecskék viselkedését vizsgáltam a laborban. Most viszont kimerészkedem a természetbe, hogy kiderítsem, vajon megoldja-e a kvantumfizika a biológia nagy rejtelmeit. Igazi kaland ez számomra. Elhagyom a biztonságos, jól ismert terepet, és roppant óvatosan megpróbálom a fizika számomra ismerős elveit átvinni az élő dolgok rendetlen világára is. Úgy gondolom, hogy a kvantumfizika az élet sok titkát is megmagyarázhatja. Az állati sejtek mélyén fantomként suhannak át a részecskék a gátakon. Amikor egy növény befogja a napfényt, a sejtjeit elárasztó hullámok egyidejűleg vannak jelen mindenütt. Sőt, még a mi emberi érzékeink is a kvantumok rezgésére hangolódnak rá. A kvantumbiológia csodás világában az élet egy valószínűségi játszma, amit kvantumszabályokkal játszanak. Remélem, sikerül meggyőznöm Önöket arról, hogy milyen fontos a kvantumfizika, hogy mennyire nélkülözhetetlen az élet sok folyamatának magyarázatában, sőt, hogy még magának az életnek a létezése is a kvantummechanikán alapul. A kvantumfizika titokzatos világa, az élet nagy játéka. Kutató utam az egyik legfenségesebb természeti látványossággal kezdődik, a vándorlással. Erre a skóciai folyóra minden télen megérkeznek az apácaludak. Több mint 3000 kilométeres utat tesznek meg idáig a sarkkörön túl fekvő Svalbard szigetéről. Sok más madárfa is délre vonul telelni, majd nyáron hazatér. Az viszont, hogy a madarak tájékozódása mitől ennyire pontos, évtizedekig a biológia egyik nagy rejtélye volt. Ezért is keltett nemrég nagy feltűnést egy új felfedezés. Az elmúlt években egy madárfaj igazi tudományos szenzációt okozott. Sok más fizikussal együtt engem is alaposan meglepett, hogy e madarak tájékozódása a tudomány talán legfurább cselfogásán alapul. A kvantummechanika egyik váratlan csavarját hasznosították, azt, amelyik olyan nagy nevű fizikusokat is zavarba ejtett, mint Richard Feynman és Albert Einstein. Hadd mutassam be Önöknek ezt a rejtélyes teremtményt. Üdvözöljék! A kvantum vörös begyet. Ez az európai vörös begy. Észak-Európából minden évben elvándorol Spanyolország csücskéig, majd visszatér. Ebben az erdei kutatóintézetben Henrik Moritzen biológus a vörösbegy vonulásának rejtélyét igyekszik megfejteni. És egyszer csak belecsöppen az én különös világomba, a kvantumfizikába. A kvantummechanika a szubatomi részecskék rendkívül fura viselkedését írja le. A parányi méretek világában félre kell tennünk józan paraszti eszünket és az ösztöneinket. Ebben a világban hullámként terjedhetnek szét az objektumok.
A kvantum részecskék egyszerre több helyen is jelen lehetnek, és titokzatos módon kommunikálnak egymással. Azt akartam megérteni, hogyan ér célba a madár. De ahogy gyűltek az adatok, egyre bizonyosabbá vált, hogy a különféle eredmények csak egyetlen magyarázattal hozhatók egy tető alá. Henrik azt a régi elméletet vizsgálja, hogy a vörösbegyek a Föld mágnesessége alapján navigálnak. A laborjában áll ez az ötletes madárkalitka. A mérési eredményeket a műanyagkúpok karcérzékeny papírbélése rögzíti. Henrik a Föld mágnesességét utánozza, csak ő szabadon változtathatja a mező irányát. A mágnesességre reagáló vörösbegy pedig mindig egyetlen irányban ejt karcolásokat a kúp belsején. Nagy kérdés, hogy miért? A Föld mágneses tere hihetetlenül gyenge. Semmelyik élőlény nem érzékelheti. Henrik viszont ígéretes nyomra lelt azzal, hogy sipkát helyezett a kvantum vörösbegy fejére. Van egy kis bőrcsukjánk, olyasmi, mint a solymászoké, csak ez vörösbegyre való. Van rajta egy lyuk is, amin kilát a madár. Vagy egyik szemével, vagy a másikkal. Nos, hát kiderült, hogy ha letakarjuk a jobb szemét, akkor az agya bal felében leáll a mágneses irányfeldolgozás. Ha pedig ezt a szemet fedjük le, akkor az agy túlfelén kapcsolódik ki az iránytű. In this part of the brain. Mintha a vörösbegynek mágneses iránytű lenne a szemében. Most a saját szememen mutatom meg, hogy mi történik. A látáson kívül van egy másik fényérzékelő mechanizmusunk is. Ha ezzel a lámpával a szemembe világítok, akkor látszik, hogy a pupillám összehúzódik. Ez lényegében egy védekező reakció, ami a szememet óvja. Szemem a fény részecskéire, a fotonokra reagál. A fotonok energiája kétségkívül elég jelentős ahhoz, hogy kémiai reakciókat indítson el, és ezek vezérlik azután a szem izmait. A vörösbegy szemében is hasonló kémiai reakciókat hozhat létre a fény. A szubatomi részecskék furcsa világában a fény látja el energiával a sejtek sajátos kis mágneses iránytűit. Olyan terület ez, ahol csak a kvantumfizika adhat magyarázatot. Talán érthetőbb az egész, ha arra gondolnak, hogy a madár szemében zajló kémiai reakciókhoz energiahegyeket és völgyeket kell legyőzni. A reakció csak akkor indul meg, ha a molekulák feljutnak a hegytetőre. Henrik kísérleteiből már tudjuk, hogy e munka zömét a fény végzi el. Ám a csúcs közelében a molekula már hihetetlenül érzékenyé válik a legkisebb érintésre is. Az a kulcsa az egésznek, hogy a vörösbegy kémiai iránytűje egyensúlyba kerül az energiavölgyek közt emelkedő csúcs tetején. Attól függően, hogy melyik irányba indul el, más-más vegyi anyagok termelődnek. Ilyenkor már egy csekély mágneses változás is átbillentheti a molekulát a csúcson. Maga a folyamat azonban ellentmond a józan észnek. A kirakós játék utolsó darabja ugyanis egy elképesztő fizikai elven alapul. Semmi gond, ha úgy találják, hogy nehezen érthető. Még maga Albert Einstein is kísértetiesnek tartotta. Magát az elvet kvantum összefonódásnak nevezik, és úgy tűnik, mintha az összefonódott részecskék a fénysebességnél gyorsabban érintkeznének egymással. Einstein 1935-ben közölt cikkében azt állította, hogy ez lehetetlen, de tévedett. Az elmúlt évek rendkívül érzékeny kísérletei kimutatták, hogy az elemi részecskék valóban összefonódnak. Azaz rejtett és azonnali kölcsönhatás van köztük, téren és időn keresztül. És a jelek szerint ez történik a vörösbegy szemében is.
A madár szemébe érkező foton olyan elektronpárt hoz létre, ami össze van fonódva. Ez a következőképpen zajlik. Az elektronnak kétféle állapota lehet. Az egyszerűség kedvéért hívjuk őket zöldnek és pirosnak. De az a furcsa az egészben, hogy amíg nem mérek, addig se nem zöld, se nem piros, hanem egyszerre mindkettő. Képzeljék azt, hogy az elektron egy forgókorong. Egyszerre zöld és piros. Amint viszont kilövök rá egy nyilat, azzal rákényszerítem, hogy zöld vagy piros legyen. Ez eddig egy szerencsejáték. Csak utólag tudhatom meg az eredményt. Az első elektronom tehát piros lett. De mi van akkor, ha a második elektront is megmérem? Bárki azt hiheti, hogy a piros-zöld esélye 50-50%. Mi más lenne egy normális világban? Nos hát, tévednek. Az összefonódás miatt ugyanis rejtélyes kapcsolat létesül az elektronok között. Ha például az elsőre pirosat kapok, akkor a második is piros lesz. Ez már nem szerencsejáték, hanem olyan, mintha az első elektron mondaná meg, hogy mit tegyen a második. Tényleg kísérteties. Mintha az elektronok tudnák, hogy milyen színűnek kell lenniük, még akkor is, ha nagyon távol vannak egymástól. Az is nagyon fontos, hogy a két elektronnak nem muszáj egyforma színűnek lennie. Más módon is össze lehetnek fonódva. Ilyenkor, ha az első elektron piros, akkor a második mindig zöld. Ez a titokzatos kapcsolat működteti a kvantum vörösbegy iránytűjét. A végeredményt pedig a Föld mágneses mezejének iránya szabja meg. Az egyenlítő közelében nagyobb a piros-piros valószínűsége, a sarkok környékén viszont már a piros-zöld esélye a nagyobb. Ez az a döntő mozzanat, ami végül is elbillenti a vörösbegy kémiai iránytűjét a holdpontról. A Föld mágneses terének parányi változásai megváltoztatják az elektronok összefonódását a madár szemében, és ez már elég az iránytű kilendítéséhez. Kiderült tehát, hogy miképpen boríthatja fel az egyensúlyt még egy olyan gyenge jelenség is, mint a Föld mágneses tere. Ha változik a jel, akkor a kémiai reakció a másik irányba billen át. És a vörösbegy iránytűje más felé mutat. Elég meglepő, de a madarakban valami kvantummechanikai jelenség működik. A biológiában ez volt az egyik első példa, ha nem a legelső. Jobb lesz, ha a biológusok elfogadják a fizika furcsaságait. A vörösbegy a kísérteties kvantum összefonódással navigál. A finom kvantum hatásokat még szigorú laboratóriumi környezetben is nehéz észrevenni, irányítani. A vörösbegy azonban könnyedén képes rá. Ezek a kísérletek valósak és ellenőrizhetőek. De annak ellenére, hogy a saját szememmel láttam, nehezen hiszem el. A madarak tájékozódása egyesítette kvantumbiológiává a természettant és a fizikát. Ez egy teljesen új és ismeretlen terület. Az úttörői arra is rájöttek, hogy nem csak a madarakat érinti, hanem bennünket, embereket is. A legújabb kísérletek szerint mi is használjuk a kvantumfizikát, és nem fogják elhinni, ebben az orrunk a főszereplő. Hello, Jim. Hello.
A szaglás egy különleges érzék, ami sok tekintetben eltér a többitől, például a látástól vagy a hallástól. A sok ezernyi illat közül, amit felismerünk, némelyik rendkívül erős emlékeket és érzelmeket ébreszt. Olyan ez, mintha a szaglás közvetlenül a tudatunk mélyére lenne bedrótozva. Akadnak persze más különbségek is. Egyéb érzékszerveink a hullámok érzékelésén alapulnak. A látás a fényt, a hallás a hangot fogja fel. A szaglás során viszont részecskéket, molekulákat érzékelünk. A közelmúltban a tudósok kezdtek rájönni, hogy a szaglás valami roppant titokzatos folyamaton alapul. A biológusok évtizedekig úgy vélték, hogy pontosan tudják, hogyan szimatoljuk ki a vegyületeket. Egyes fizikusok, például Jenny Brooks viszont még valamit megéreztek a háttérben. A kvantummechanika áruló szagát. Sokan úgy beszélnek a szimatról, az illatok érzékeléséről, a szaglás tudományáról, mintha mindent tudnánk róla, és megoldottuk volna az összes problémát. Sok mindent tudunk persze, ismerjük az illatkomponenseket és a szaglószervek felépítését. Szerintem azonban még jó pár dolog van, amit tisztázni kellene. A magyarázathoz szükségem lesz egy segédre a szaglási tesztben. Jem fog szimatolni helyettem. Minden ember egyéni vegyületkoktélt bocsát ki magából, amit Jem orra akkor is felismer, ha egy egész város szaktengerében oldódik fel. Ő tehát könnyen megtalálja azt a férfit, akit keresek. Bemutatom Colint, a kertészt, a virágokat szaglászó embert. Nos hát, Colin, akkor most próbára teszem a szaglási tehetségedet. Remek. Összeszedtem pár vegyületet, és szeretném, ha elmondanád, milyen szagot érzel. Rendben. Kezdjük egy könnyűvel. Ez mentolos kenőcs. Minty vapor rub. Az menta. Menta kivonat. Menthol. Jó, itt a következő. Szerintem ezt is könnyen felismered. Olyan, mintha sütnék a lányommal. Porcukor. Ilyesmi. Vanília. Vanília, igen. Amikor az orrunk valamilyen vegyületet érzékel, idegi jelet küld az agyba. És a különböző vegyi anyagok más-más érzetet keltenek. Ezt általában a molekulák eltérő alakjával magyarázzák. Az eredeti elmélet még az 1950-es évekből származik, és azt állítja, hogy az illatmolekula alakja pontosan összeillik az orr megfelelő érzékelő molekuláival. Ezek a párok olyanok, mint a kéz és a kesztyű, vagy a kulcs és a zár. Ezért is nevezik kulcs-lakat mechanizmusnak. Egy eltérő alakzat nem illeszkedik bele az érzékelőbe, de ha stimmel a forma, akkor a molekula kiváltja a receptorból az illatérzetét. A különböző receptorok az agy különböző részeire vannak bekötve. Amikor tehát egy mentol molekula kötődik a saját érzékelőjéhez, akkor friss menta érzetét kelti. A kulcs-lakat elmélettel azonban mindig volt egy kis bibi. Lássuk most, mit mond Colin. No és ez mi lehet? Elég erős a szaga. Igen, ez... Mire emlékeztet? Mit idéz föl benned? Milyen emlékeket? Szerintem karácsony. Karácsonyi süti. Marcipán. Igen, ez az, marcipán. Mandula. Colin felismerte a marcipán a mandula illatát, ami valójában a benzaldehid nevű molekula szaga.
Ebbe a másik szerbe viszont nem engedtem beleszippantani. Ez ugyanis cianid. A benzaldehid és a cianid szaga egyforma. Mindkettő mandula illatú, de a molekuláik alakja egészen másmilyen. A kulcs és zármagyarázat tehát nem tökéletes. A szaglásban egyéb tényezőknek is szerepük lehet. Mitől van két különböző formájú molekulának egyforma illata? A kvantumbiológiai magyarázat hitetlen fejcsóválásra késztet bennünket. Azt állítja, hogy az orrunk nem szaglásza a molekulákat, hanem hallgatja őket. Az illatmolekulának nem csak az alakja számít. Nézzük meg közelebbről a cianid molekula modelljét. Ez a fehér golyó itt egy hidrogénatom. A szürke pálcák a kémiai kötések. Ezek tartják össze a szénnel és a nitrogénnel. Csak hogy a valóság nem ilyen egyszerű. Sokkal jobban meg fogják érteni, hogy mi zajlik itt, ha megnézzük ezt a nagy fehér golyót. Láthatják, hogy a kémiai kötés nem mereven rögzíti az atomot, hanem inkább úgy, mint egy rezgő húr. Ez azt jelenti, hogy a szaglás egészen új módon értelmezhető. A szaglás bizarr új kvantumelmélete a kémiai kötések rezgéseiről szól. A molekulák zenét játszanak az orrunknak. Az orrom receptor molekulája leginkább egy gitárra hasonlít. Mielőtt megszólalna, egy illatmolekulának kell bejutnia az orrba. Amint ez a molekula a helyére került, a kémiai kötések már megteremtik a húrokat, és lejátszható a dallam. A receptor molekulákban kvantumos részecskék is vannak, az elektronok. Miközben ezek egyik atomról a másikra ugrálnak, megrezgetik az illatmolekula kötéseit, ahogy az ujjam a gitár húrjait. Az az érdekes ebben az elméletben, hogy a szagok érzetét nem az adott illatmolekula alakjához, hanem a molekulák rezgéséhez, tehát egy hullámszerű viselkedéshez köti. Ezért aztán a szaglás sok tekintetben inkább a hallásra hasonlít. Minden molekula egy jól meghatározott frekvencián rezeg. Legyen ez a fű. Egy másik molekula, mondjuk a menta, már más frekvencián szólal meg. Ezért van a cianidnak mandula illata. Bár a két molekulának másmilyen az alakja, a kémiai kötéseik azonos frekvencián rezegnek. De csak véletlenül. Az illatanyag kvantumrezgése szinte ugyanolyan, mint egy hang. És igen, akár azt is mondhatjuk, hogy a szaglási folyamat olyan, mint egyfajta akusztikus rezonancia. Tényleg sokban hasonlíthat a halláshoz és a látáshoz. Hearing and seeing, actually. Valóban igaz lenne, hogy hallunk az orrunkkal? Egy bizarr elmélet igazolásához bizarr kísérlet kell. Ez pedig a következő. A tudósok ismernek egy olyan molekulát, ami gyümölcsös narancsvirág illatú. De ha az elmélet igaz, akkor a rezgését megváltoztatva a szaga is módosul. A molekula sok ilyen hidrogénatomot tartalmaz, amelyek szénatomokhoz kötődnek. De mi van, ha ezeket az atomokat a hidrogén egy másik fajtájára cserélem, amit deutériumnak neveznek? Ettől még nem változik meg a molekula alakja, a rezgése viszont módosul. Lássuk, hogy miért. A deutérium kétszer nehezebb, mint a közönséges hidrogén, és ezért lassabban vibrál. Már most, ha a különböző rezgések eltérő szagokat keltenek, akkor új vegyületnek számít. Az illata is megváltozik, ha deutérium van benne a hidrogénatomok helyett. A kvantumbiológusok különös alanyt találtak ehhez a kísérlethez.
A gyümölcsös illatok legjobb szakértőit hívták segítségül. A muslicákat. Először is megtanították nekik, hogy óvakodjanak a módosított molekuláktól. Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs róla, hogyan képeznek ki egy muslicát, de úgy tűnik sikerült. A laboratóriumi muslicáknak egy útvesztőn kellett átjutniuk. A végén pedig választaniuk kellett. Jobbra finom gyümölcsös illat várt rájuk, balra a taszító változat. Határozottan megérezték a különbséget. Mindig az eredetit választották, és jobbra fordultak. A gyümölcslegyes kísérlet azt bizonyítja, hogy a kvantumos szagelmélet tényleg működik. Ráadásul még a zárkulcs elmélettel is összeillik. Az illatmolekula előbb belesimul a receptorba, azután jöhetnek a molekuláris rezgések. Bármilyen hihetetlennek tűnik is, de a kvantumbiológia hangjait szimatolja muslica, ember és kutya egyaránt. A szaglás önmagában is lenyűgöző és rejtélyes. Még figyelemre méltóbbá teszi az egészet, ha belegondolok, hogy az emlékek és érzelmek áradata önt el, amint megérzek valamilyen illatot. Az meg egyenesen bámulatos, hogy mindezt a kvantummechanika váltja ki. A kvantumfizika rejtelmes hatása a természeti világ minden szegletében kimutatható. Sőt, a Föld minden élő sejtfalában megtalálható. A legújabb vizsgálatok elbűvölő magyarázatot adtak az anyatermészet egyik legnagyobb titkára. A metamorfózis csodájára. A kvantumbéka. Azt, hogy az ebihal hogyan alakul át békává, máig sem sikerült teljesen tisztázni. Az ebihal alig 6 hét alatt bontja le, majd kifejlett formában építi újra önmagát. Az igazi rejtét azonban a folyamat gyorsasága jelenti a biológusok számára. Ha jól belegondolunk, nincs különösebb élőlény a békává átalakuló ebihalnál. Nézzük például a farkát. Ez több hét leforgása alatt felszívódik a szervezetbe, majd a fehérjéi és rostjai a béka új végtagjaiként jelennek meg újra. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, sok billió kémiai reakciónak kell együttműködnie. Molekulákat kell lebontani, újakat kell alkotni, gondosan megtervezett táncrend szerint. A testet összetartó rostok azonban nagyon erősek, leginkább egy tutaj rögzítő köteleire emlékeztetnek. A tutaj szétszedése előtt tehát ezeket a rendkívül szoros csomókat ki kell valahogy bontani. Megmutatom egy példám. Az ebihalat a kémiai kötésekkel összecsomózott hosszú fehérje szálak tartják egyben. Ezek a kötések olyan erősek, hogy akár évekig kitartanak, sokkal tovább, mint az ebihal élettartama. De akkor hogyan alakul át békává néhány hét alatt? A magyarázatot a szerves molekulák egyik fontos fajtája adja meg. A sejtjeinkben rejlő apró gépezetek, az enzimek.
Az enzimek a sejt tényleges működtetői. Ezek az apró kis masinák hajtják végre a sejten belül az életet működtető vegyi átalakulásokat. Abszolút nélkülözhetetlen a szerepük. Annak pedig, hogy ennyire fontosak, az a legfőbb oka, hogy hatalmas mértékben fel tudnak gyorsítani bizonyos kémiai reakciókat. Megmutatom, hogy milyen gyorsan munkába lendülnek. Ezt a palackot hidrogénperoxid nevű anyaggal töltöttem meg, amit a legtöbben alig, hanem hajszőkítő vegyszerként ismerünk. Igazság szerint én is egy közeli fodrászüzletből szereztem. A szervezetünkben is termelődik hidrogénperoxid, és a májnak jutott az a feladat, hogy megszabaduljon tőle. Ehhez a testünk egy olyan enzimet használ, ami vízre és oxigénre bontja a hidrogénperoxidot. Most bemutatom önöknek, hogy az enzim milyen gyorsan működik. Vásároltam a piacon egy szép darab májat, amit előre felaprítottam, hogy kiadja magából az enzimet. Figyeljék meg, mi történik, ha ezt az enzimes májturmixot beleöntöm a hidrogénperoxidba. Nézzék csak, milyen gyorsan szabadul fel az oxigén. A rakétámat 6 méterre lőtte ki alig 10 dekányi máj. A májenzimek hihetetlenül hatékonyan bontják le a hidrogénperoxidot. A folyamat milliószor, egymilliószor gyorsabban megy végbe, mint rendes körülmények között. Az ebihal átalakulásakor hasonló enzimek tüntetik el az állat farkát. Ehhez egy hihetetlenül szívós kollagén nevű fehérjét kell lebontani. A kollagén az egyik legfontosabb fehérje az élővilágban. Tulajdonképpen ez a fehérje teszi olyan ellenállóvá és rugalmassá az inakat, a porcokat és természetesen a bőrünket is. Az ebihal farkában pedig egyfajta vászszerkezetet képez. Ez tartja meg az egész test nyúlványt. Amikor azután az ebihal békává alakul, működésbe kell lépnie egy kollagenáz nevű enzimnek, ami szó szerint apró darabokra nyiszálja a kollagént, és ezáltal lebontja az ebihal farokváz szerkezetét. De hogyan tudják ilyen gyorsan felbontani a kémiai kötéseket az enzimek? Erre a kérdésre csak a kvantumbiológia adhatja meg a választ. Tegyük fel, hogy ennek a csomónak az egyes részei olyanok, mint a molekula különböző darabjait összetartó elemi részecskék, az elektronok és protonok. Már most ahhoz, hogy kibontsuk a csomót, az enzimeknek meg kell mozgatniuk a protonokat, de ehhez, mint látható, némi erőfeszítés kell. És elég sok idő. A fizikusok igazán elegáns kifejezést használnak erre az erőkifejtésre. Azt mondják, hogy le kell győzni egy energiagátat. Ez itt az én energiagátam. És itt van a protonom. A kötés felbontásához annyi energiát kell befektetnem, hogy átjusson a gát fölött. Egy baj van csak, ehhez jóval több idő kellene. Az ebihal farkának lebontásához túl lassú. De a proton fantomokat hív segítségül. Nem hibáztatom önöket, ha most azt gondolják, hogy egy ilyen ötlettel is csak valami okos tojás hozakodhat elő, hogy ez puszta spekuláció és nem bizonyítható. Mégis igaz, újra meg újra megtörténik. A kvantumvilágban a proton nem csak az akadály fölött juthat el a túloldalra, át is suhanhat rajta. Az alagúthatás a kvantummechanika egyik legbensőbb és legfurább jelensége. A köznapi életben semmi hasonlót nem tapasztalunk. A kvantum részecske még akkor is átjut a túloldalra, ha az akadály egyébként áthatolhatatlan.
solid objects like balls. Ezek a részecskék ugyanis nem olyan tömörek, mint egy golyó, hanem szétterjednek, elkenődnek. Hullámszerű viselkedésük teszi lehetővé, hogy átszivárogjanak az energiagátakon. Amint a részecske eltűnik az egyik oldalon, nyomban megjelenik a gát túlfelén. Az atomfizikában már igazolták a jelenség létezését. Alagút hatás nélkül még a nap sem világítana. De azt nem gondoltam volna, hogy ebihalakban is láthatom. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a folyamat mennyire fura. Olyan, mintha a tömör téglafalhoz közeledve eltűnnék, mint egy fantom, majd megjelennék a fal túloldalán. Az alagúthatás legfontosabb előnye, hogy gyors. Hihetetlenül fürgén megy végbe, sokkal hamarabb, mint ahogy a proton átjut a gát fölött. Atomfizikus vagyok. Mindennapi kenyerem tehát a kvantumos alagúthatás. De napi új gyakorlat az elemi részecskéknek is. Vajon mi köze lehet a biológiához? A válasz az, hogy az ebihal nem alakulhatna át a kvantumfantomok nélkül. Ugye emlékeznek még? A kémiai kötés olyan, mint egy csomó. Az alagúthatás pedig gyorsan kibogozza. Nézzék meg ezt a két csomót. Bár szemre egyformának tűnnek, van egy kis különbség köztük. Ennél a kötél két rövid vége ugyanazon az oldalon van, míg a másiknál a két rövid kötélvég átellenesen helyezkedik el. Azt hihetnénk, hogy ez nem nagy különbség, de mégis. Látják, ez a csomó nagyon erősen tart. A másik viszont könnyen kibomlik. Az alagúthatás az erős csomókat is meggyengítheti. Ami pedig az ebihalat illeti, az egész kollagénváz könnyen szétesik, hogy azután más enzimek békát építsenek belőle. A kvantumos alagúthatás a szubatomi világ egyik furcsa sajátossága, amit a magamfajta fizikusok nagyon jól ismernek. Végső soron ez a jelenség felelős a radioaktív bomlásért, és ez zajlik a nap belsejében is. Ez segíti elő, hogy a nap és a többi csillag fényesen világítson. Az a felfedezés viszont igazán lenyűgöző, hogy az alagúthatás a földi élőlények összes sejtjében megtalálható. Elvégre minden sejtben vannak enzimek. A kvantumbiológia varázsigéje minden élőlényre kiterjed. Kiderült, hogy a természet a legfurább törvénye szabályozza a madarak, emlősök, rovarok kétéltűek életét. Az utóbbi idők egyik érdekes fejleménye viszont egy olyan alapvető folyamatot érint, ami az élet alapköve. E folyamattal alakítják át a növények, a levegőt és a napfényt. Ez itt egy szép Larix decidua, vagyis európai vörös fenyő. Nagyjából 30 méteresre nőtt. Éppen ebben a pillanatban halad el a Vénusz bolygó mellett az a lövedék, amit ennek a fának címeztek. A lövedék, azaz a foton, a napból indult, és lassan útjának végére érkezik. Végső sorsa az lesz, hogy elindítja azt a kémiai reakció sorozatot, amin a földi élet alapul. A fotoszintézist. Minden nap, minden másodpercében 16 ezer tonnányi új növényi anyag képződik a Földön. Egyszerűen bámulatos, hogy egész létezésünk attól függ, ami a most következő 1 billiómod másodpercben történik. A fotoszintézis első fontos lépése a napból érkező energia befogása.
Ez közel 100%-os hatásfokú, jóval felülmúlva bármely emberi technikát. Az viszont a biológia egyik nagy rejtélye, hogy a földi növények mitől képesek erre. Amikor kiderült, hogy a választ a kvantumvilág furcsaságaiban kell keresnünk, a fizikusok teljesen elképedtek. Olyan volt, mint egy kinyilatkoztatás. Én tudniillik eléggé elvont kérdésekkel foglalkoztam, mert elméleti kutató vagyok. Az elméleteimet mindig összevetettem persze a kísérletekkel, de ezek a laboratóriumi kísérletek nagyon sterilek, nagyon szabályozottak. Most pedig kiderült, hogy mindaz, amit tudok, segíthet abban, hogy jobban megértsük a természet működését. Nem tudom, olyan volt ez, mintha új lökést kapott volna a tudományos pályán. Beleszerettem ebbe a témába. A biológia tankönyvek szerint a növények zöld színe a klorofil molekuláktól származik. Ezek nyelik el a napfényt az élő sejt belsejében. Az energia ezután hihetetlenül gyorsan átkerül a sejt táplálékgyártó gépezetébe. Nem kell hozzá több, mint a milliómod másodperc egy milliómod része. Amikor a foton eltalálja a sejtet, kiüt egy elektront a klorofil molekula belsejéből, ezáltal létrejön egy kis energiacsomag, amit excitonnak nevezünk. Az exciton keresztül pattog a klorofil molekulák erdején, és végül elér az úgynevezett reakcióközpontba. Itt használják föl az energiát, olyan kémiai folyamatokat táplálnak vele, amelyek a létfontosságú szerves molekulákat állítják elő. Az, hogy az exciton eljusson a reakció központba, az egyik legsürgetőbb feladat. A tankönyvben nincs benne, hogyan csinálja ezt az exciton. Azt nyilvánvalóan nem tudja, merre kell mennie. Csak pattog akár egy flipper golyó, más szóval véletlenszerűen bolyong. Előbb vagy utóbb áthalad majd a sejt minden egyes pontján. A célba érésnek ez nem igazán hatékony módja. Mert ha az exciton így jut el végül a reakcióközpontba, az a puszta véletlen műve lesz. Ha az exciton vakon és véletlenszerűen ugrál a klorofil molekulák között, akkor csak hosszú idő után érkezik meg a reakció központba és elveszíti az energiáját, ami hővé alakul. De nem ez történik, valami egészen más zajlik a háttérben. A megoldásra vezető nyomot egy nemrég elvégzett kísérlet szolgáltatta, amin elámult az egész tudományos világ. Néhány vegyész úgy szimulálta a napfénybefogását, hogy lézerrel bombázott növényi sejteket. És kiderült, hogy az exciton mozgása nem véletlenszerű. Az eredeti elmélet nem magyarázta meg azt, amit a laborban láttunk. Elég rejtélyes tehát az ügy. Na jól van, mi lenne, ha a labor megfigyeléseket próbálnánk megmagyarázni? A megfejtés az lett, hogy a növények a kvantummechanika leghíresebb szabályát követik, a határozatlansági elvet. Ez az elv kimondja, hogy soha nem ismerhetjük biztosan az exciton helyét. Az exciton tehát kvantumhullámként viselkedik, szétterjed a sejt belsejében. Nem az történik tehát, hogy A-ból B-be jut. Különös, de mégis igaz, hogy egyszerre halad az összes lehetséges irányba. Úgy terjed szét, mint egy hullám, mert így egyszerre derítheti fel az összes útvonalat. Ez a kvantummechanika különös világának legeslegbenső lényege. Az exciton hullám nem erre halad vagy arra, hanem egyidejűleg járja be az összes lehetséges utat. Hihetetlen hatékonyságát éppen ennek köszönheti.
Az a legszebb, hogyha az exciton egyszerre próbálja ki az összes útvonalat, akkor rögtön rájön, hogyan juttathatja mi hamarabb célba az energiát. Nehéz elmondani, hogy egy fizikus számára mennyire csodás ez az eredmény. Az élősejtekben össze-vissza táncolnak az atomok és molekulák milliárdjai. A földi élet energiaellátását szavatoló exciton mégis megőrizte egy szép és tökéletes kvantumhullám alakját. Ez egészen új tudományos távlatokat nyitott előttem. Nagyon élvezem, hogy tökéletesen értem azt, ami a növényekben zajlik. Közben olyan tudósokkal értekezhetek, akiknek teljesen más a szemléletük, mint a biológusoké vagy a vegyészeké. Mégis mind azon vagyunk, hogy megértsük ennek az egésznek a jelentőségét. Ez teszi számomra annyira izgalmassá ezeket a kutatásokat. Egy hiteles kísérlet eloszlat minden kétséget. Az egész élővilág magán viseli a kvantummechanika kezenyomát. Nem meglepő, hogy a biológiai rendszerek is alkalmaznak kvantumtrükköket. Egyszerűen azért, mert azok jobban beválnak. A kvantum összefonódás többnyire a fizikai laborok szigorúan ellenőrzött körülményei között érzékelhető. De ma már tudjuk, hogy ez segíti a vörösbegy páratlanul pontos tájékozódását. Orrunkat a kvantumrezgések hangja vezeti rá a szagokra, hogy tökéletesebben érzékeljük a környező világot. Az állati sejtműködés a protonokon alapul, melyek fantomként tűnnek el és jelennek meg újra, felgyorsítva a fontos életfolyamatokat. A fotoszintézis pedig feltárja előttünk egy ragyogó világ képét, ahol kvantumhullámok fogják be egy pillanat alatt a napfény energiáját. Némelyik ember rálegyint, a fizikusok már évtizedek óta foglalkoznak vele, a biológiának viszont évmilliói voltak rá. Az élet ősidők óta ismeri a kvantummechanika ultramodern tudományát. Utam végén szeretnék levonni az eddigi elgondolásokból egy végső következtetést. Ahogy az egy tudóshoz illik, gondos kísérletekkel kell mindent alátámasztanom. Olyan kísérletet akarok tehát, ami segít megválaszolni a biológia szerintem legfőbb kérdését. Vajon a kvantumfizika játszik-e bármilyen szerepet magában az evolúcióban? A 1859-ben Charles Darwin az egész világot megdöbbentette a természetes kiválasztódás elméletével. Majd az ember és a többi hominida közti különbségek magyarázatával folytatta. 150 évvel később nyilvánvaló, hogy Darwin elmélete jól leírja az összes szárazföldi és tengeri élőlényt. Én most eszméinek egy újfajta értelmezését szeretném megismerni. Vajon létezik-e az evolúció kvantumelmélete? A kvantum csiga. Megmagyarázza-e a kvantum evolúció a csigaház kialakulását? A kertemben kószáló csigák elég unalmasak. Héjuk többnyire egyszínű, nem túl feltűnő. De nézzék ezt a szépséget. Házának mintázata tökéletesen illik a növény szárának csíkjaihoz.
Ez a sávos csiga egy képe a nemoralis, azaz ligeti csiga. A mintázata pedig nem véletlenül ilyen. Mutatok valamit önöknek. A kevésbé alkalmazkodott csigákból itt jóval több található. Ezt a követ rigó üllőnek hívják. A csigák nagy pusztítója az énekes rigó, megfogja a csigát, majd ennek a kőnek csapva töri fel a házát. Ha körülnézünk, akkor jól látszik, hogy nincs túl sok sávos csigahéj, ami arra utal, hogy a rejtőszíne nagyon jól megvédi ezt a csigát a rigóktól. A darwini elmélet szerint az evolúció a fajon belüli variációkon alapul. A terepszínű csiga nagyobb valószínűséggel marad fenn és szaporodik. Héjának mintázata ezért átadódhat az újabb nemzedéknek, és ezáltal az egész faj alkalmazkodása javul. Az evolúciót az ilyen változatok, a csigák közti véletlenszerű különbségek viszik előre. Minden faj fejlődik és alkalmazkodik a környezethez. De én arra lennék kíváncsi, hogy a kvantummechanikának van-e szerepe ebben. Ezt egyetlen módon tudhatom meg, kísérletek útján. Kvantumbiológiai kalandozásom végén ezért most hazatérek a Sari Egyetemre. Ebben a laboratóriumban szeretném újra elemezni minden idők leghíresebb molekuláját. A DNS-t, azaz a dezoxiribonuklein savat. A DNS kettő spirálja őrzi az élőlények genetikai kódjait. Érdekes, de Darwinnak fogalma sem volt róla, hogy mi hozza létre a fajokban a változásokat. Francis Crick és James Watson csak 1953-ban fedezte föl a DNS szerkezetét. A DNS legnevezetesebb tulajdonsága természetesen a szép kettő spirál szerkezet. De ez csak a váz. A genetikai titok a két spirál közt rejlik. A négyféle szín az úgynevezett bázismolekulákat jelöli. A spirál egyik ágán sorakozó színkód, mint a kék-piros-kék alkotja a géneket, és a szülők ezeket örökítik át. A gén olyan, mint egy kirakós játék. Illesszük hát össze a részeket. A kettő spirál egyik ága egy színes kódsort alkot. A másik szára pedig a kiegészítő pár kerül. A kék bázis mellett mindig sárga van, a zöld mellett csak piros lehet, mert a bázisok alakja csak ilyen párosításban illik egymáshoz. Crick és Watson felismerte, hogy ez a mechanizmus teszi lehetővé a genetikai kód átadását. A sejt osztódása során a DNS két szála külön válik és kezdődhet a másolás. A piros mellé most is csak zöld kerülhet, a kék mellé sárga. A sejt így lépésről lépésre hozza létre a két új DNS-t. A teljes genetikai kód két másolatát. Eddig nem történt genetikai változás, az új példány azonos az eredetivel. De most következik a lényeg. A másolás során időnként közbejöhet valami, és ez nagyon fontos. Néha hibák lépnek fel, ezek az úgynevezett mutációk. Nézzék meg például ezt a bázispárt. A két nyelvecskét, ami összetartja őket, elemi részecskék alkotják, nevezetesen protonok. Lényegében ezek hozzák létre a kötést a két DNS szál között. A protonok időnként átugorhatnak egyik szálról a másikra. És ha a DNS éppen ilyenkor válik ketté, akkor a proton rossz térfélre kerül. Emiatt ez a piros bázis már nem kötődhet a zöldhöz. Hanem egy sárgához kell kapcsolódnia.
Ha ezt a bázispárt most visszaillesztjük a helyére, akkor jól látszik, hogy a másolat eltér az eredetitől. Itt ugyanis egy sárga bázis van a zöld helyett. És ezzel meg is született egy genetikai mutáció. A protonok átugrása módosíthatja a csiga DNS-ét. Létrejöhet az új gén, amitől rejtőszint kap a héj. A kérdés csak az, hogy hogyan ugranak át a protonok. Szerintem a kísérteties kvantumhatások miatt. Ahhoz ugyanis, hogy létrejöjjön ez a mutáció, a protonoknak le kell győzniük egy energiagátat. Ha még emlékeznek rá, mi történt az enzimekkel, akkor most könnyen kitalálják, hogy mi következik. A protonok néha úgy viselkednek, mintha a gát ott sem lenne. Simán átjutnak rajta. De vajon az életben is bekövetkezik ez az alagút hatás? Biológus kollégáim már javában keresik a kvantummutációk bizonyítékait. A biológusok nem sokat tudnak a kvantummechanikáról. Ha meghallják, hogy egy részecske egyszerre két helyütt is előfordulhat, arra azt felelik, de nem az én sejtjeimben. A kísérletünkhöz baktériumokat használunk. Az első mintát közönséges hidrogénmagokat, vagyis protonokat tartalmazó vízzel készítettük elő. A baktériumok szaporodnak, mi pedig megszámoljuk a mutációkat. Ha az elméletünk helyes, akkor a mutációk sebességét módosítani lehet. Emlékeznek, hogyan vizsgáltuk a szaglás kvantum elméletét? Arra, amikor nagy testvérével helyettesítettük a protont? Egy deutérium atommagjával. Az egésznek az a lényege, hogy a deutérium kétszer nehezebb a protonnál. Ennek pedig döntő hatása lesz arra, hogy átjut-e a kvantum alagúton. A kvantummechanika csupa meglepetés. A protonok simán átjutnak. A deutériumok nem. A nehezebb részecskék sokkal gyakrabban pattannak vissza. A második baktérium mintánkat tehát nehéz vízzel készítjük elő, ami deutériumot tartalmaz. Feltevéseink szerint ekkor sokkal kevesebb lesz a mutáció. Az eddigi eredmények roppant biztatóak. Az előzetes kísérleteink arra utalnak, hogy a deutériumos vízben valóban csökkent a mutációs arány, azaz kevesebb mutációt láttunk. Úgy érzem, hogy jó nyomon járunk, de még nem lehetünk benne teljesen biztosak. A végső bizonyítékra tehát még várni kell. És ha igazunk lesz, az alagúthatás akkor sem okozhat túl sok mutációt. Az eredmény viszont kézzelfoghatóan igazolhatja az élet egyik alapvető folyamatának új magyarázatát. Az evolúció új kvantummechanizmusának már a puszta lehetősége is rendkívül izgalmas. A kvantumbiológia ma még nagyon fiatal tudomány. A béka, a vörösbegy, a muslica és a fa megmutatta nekünk, hogy a természetben sok, valódi kvantumos hatás működik. Ha létezik bármiféle tanulsága a kvantummechanika történetének, akkor az így szól. Soha nem lehetsz biztos abban, hogy mit hoz egy újabb felfedezés. A kvantumbiológia forradalmasítja a tudományt. Most viszont ideje visszatérnem a fizika tanszékre. Közreműködött Kárpáti Levente, magyar szöveg Alföldi Balázs, szerkesztő Lerner Balázs, hangmérnök Papp Krisztián, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Gellén Attila. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.